13 éves koromban, akkor volt az első válogatott edzőtáborom, akkor behívtak engem egy ilyen összetartásra, és utána 14 évesen mentünk Szerbiába egy ilyen tornára, ahol 4 csapattal játszottunk. Utána következett egy kisebb szünet a válogatottba, akkor nem voltam benne, és akkor most ugye volt az EB-selejtezőnk, és akkor arra bekerültem, behívtak a keretbe. Már iskolás koromban, első osztályban fiúkkal barátkoztam, és szakkor kellett választani, és akkor ők a focit választották, és akkor én is nyilván velük mentem focizni, és ez nagyon megtetszett ez a sport. Elkezdtem lejárni a Makó FC az edzésekre, és akkor így kezdődött ez az egész. És igazából már kiskorom óta szerettem a labdát. Már óvodás koromban sportoltam, tornáztam, teniszeztem, kickboxoztam, de valahogy még ez a foci át legközelebb a szívemhez, és ezt választottam. Igazából innen nevelkedtem, innen kerültem ki. Nyilván itt tanultam meg az alapokat, sok mindent. Ezt tovább vittem utána a Szent Mihályhoz, és most ezt ott próbálom még tovább vinni, de úgy gondolom, az alapokat itt tanultam meg, sok munka van ebben, nyilván tehetség is kell hozzá, de az a lényeg, hogy nem ér semmit az egész, ha nem rakunk bele annyi szorgalmat meg munkát a tehetség mellé. Nekem ez volt az első ilyen válogatott mérkőzésem, ami tétre ment, igazából már EB-selejtező, és nem igaz, hogy teljesen más, de valahol mégis más, mert csak egy címeres mez van rajtam, és itt nem igazán lehet hibázni, mindent bele kell rakni, amikor felmegyünk a pályára, és küzdeni kell, és nagyon fontos, hogy a mentalitás az nagyon jó legyen. És kicsit jobban, nem szoktam izgulni meccsek előtt, mert nem vagyok egy izgulós típus, de itt volt bennem azért egy kicsi druk. A belga meccsen eredményes tudtam lenni. Ott igazából szerintem nagyon kiegyenlített volt a meccs, mert a belga csapat is egy nagyon erős csapat volt, és ők is ugyanúgy hajtottak, mint mi. De volt egy indítás, azt a labdát megtartottam, be tudtam tolni a védőm elé, és 16-oson már gondoltam, ellövöm a labdát, és így a hosszúba beraktam. A női U10-es magyar labdarúgó válogatott nemrégiben játszotta le az EB-selejtezőjét hazai közönség előtt Telkiben. A belgák elleni találkozón egy gól döntött, méghozzá a szélső középpályás Dórájé. Hatalmas előnyem az, hogy nagyon gyors vagyok, és ez egy szélsőnek szerintem nem árt, és ezt ki tudtam használni a meccseken is. Ez akár bajnokságban, akár válogatott meccseken is ki tudom használni, és azt is látom, hogy ez nem csak a magyar bajnokságban, hanem a nemzetközi szinten is egy nagyon gyors játékos vagyok. Napjai elég mozgalmasak, ugyanis a hét minden napján 3 órát edzés, emellett nagy hangsúlyt fektet a tanulásra is. A Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnázium és általános iskolában, közismert nevén a Ságbári Endre gimnáziumban tanul.
Egyetemre már külföldre szeretnék menni, és Európán belül, valamint nagyobb csapatnál focizni. Ezt érettségi után szeretném, de nyilván, hogy attól függ, hogy mi lesz a jövőben. Nyilván itt a válogatott meccseken sok megfigyelő van, bármi történhet, bármelyik meccs után. Nyilván úgy kell teljesítsek, hogy aztán felkeressenek, és megjegyezzék a nevemet, és ez a cél, hogy külföldön tudjak focizni egy nagyobb klubnál.